Dr. Petri Pál egykori országgyűlési képviselő szobrának koszorúzásával kezdődött a 12. Petri nap, a Petri telepi általános iskola hagyományos kora őszi rendezvénye. A Petri nap során a diákok, pedagógusok és a szülők játékos sportmérkőzésekkel és különböző kísérő programokkal emlékeznek meg az iskola és a városrész névadójáról. A szeptember 20-án megtartott eseményre televíziónk is ellátogatott. Immár 12. alkalommal kerül sor a hagyományosnak mondható Petri napunkra. Egy sportrendezvényből nőtte ki magát, a Petri kupából, majd ez bővül tovább, mindenféle tevékenységet végeztünk itt az iskola udvarán, bolhapiacot szerveztünk, megkértük a művelődési házat, a rendőrséget, hogy bemutatókkal készüljenek, az ifjúsági ház, a múzeum is csatlakozott hozzánk, most a katolikus atya is valami meglepetéssel készül, én sem tudom pontosan, hogy mi lesz az. Fölállítottuk a trambulinunkat, tehát egy egész délután kitöltő program vár itt a gyerekekre. A koszorúzás, valamint Petri Pál életútjának bemutatása után az iskola udvarán folytatódott a rendezvény. Az eseményen résztvevő gyerekeket Grigger Mihályné, a Petri telepi általános iskola igazgatója köszöntötte. Sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket a 12. Petri kupán, a Petri telepi általános iskola udvarán. Az idő jó, az udvar tele van gyerekkel, vidám, egészséges, sportolni szerető gyerekkel. A büfé tele van finomságokkal, a vacsora fő, úgyhogy én más nem is tudok nektek ajánlani. Jó sportolást, jó versenyzést kívánok mindenkinek! Olá Attiláni elmondta, a Petri telepi városrész olyan, mint egy kisváros püspökladányon belül, amit összetartó közösség alkot. Ennek megfelelően a diákok, a pedagógusok és a szülők is fontosnak tartják a közös szabadidős programokat, a Petri nap pedig pont ilyen. A Petri telep az egy kisváros püspökladányon belül, a mi település részünk egy kis kertvárosi jelleggel bír, és szeretjük, amikor a szülő, a pedagógus és a diákok azok itt az iskola udvaron találkoznak, és közös élményben részesülnek. Ezért az est zárásaként pedig mindig tábortűzet tartunk, vagy tábortűzzel zárjuk a rendezvényünket. Akkor a szülők is ropják a táncot a gyerekekkel a tűz körül, paprikás krumplival vendégeljük meg a hozzánk látogató csapatokat. A szervezésben részt vett iskolánk valamennyi dolgozója a diák önkormányzat vezetésével. Erre készülünk, ez a legelső nagy rendezvényünk, és mindig nagy örömmel várják a gyermekek is. Igazgatónő köszöntőjét követően Forgás László testnevelő tanár tartott eligazítást a csapatoknak, majd elkezdődtek a foci meccsek az iskola bitumen pályáján. A mérkőzések városunk általános iskoláinak fiú és lány csapatai között folytak, mindeközben pedig büfé várta a megéhező résztvevőket. Az időjárás is kedvezett a programoknak ezen a napos szeptemberi délutánon, így minden adott volt ahhoz, hogy a tanulók, a versenyzők, a pedagógusok és a szülők méltóképpen megemlékezzenek névadójukról.